Kezdjét csokolom, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Az RTL számolta ki, hogy jövőre várhatóan akár 859 ezer forinttal is emelkedhet Orbán Viktor fizetése, aki így több mint 6,5 millió forintot is kereshet. A válság, az Európa-rekord mértékben emelkedő árak, az adóemelések és a megszorítások tehát csak azt az embert nem fogják érinteni, aki felelértük, Orbán Viktort, aki még jobban is fog élni a megszorítások éve után. Mondjuk ki, ez a 859 ezer forintos fizetésemelés a magyar történelem első megszorítás prémiuma. A demokratikus koalíció elutasítja a miniszterelnök megszorítás prémiumát, nem értünk egyet Orbán Viktor 860 ezer forintos fizetésemelésével. Szociáldemokraták vagyunk, ezért visszataszítónak gondoljuk, hogy amíg a magyarok egyre rosszabbul élnek, egyre magasabb adókat fizetnek, egyre drágábban vásárolnak, fűtenek és tankolnak, addig a megszorítások felelőse többet fog hazavinni az emberektől beszedett pénzből, mint eddig bármikor. A DK szerint politikailag és emberileg is vállalhatatlan a miniszterelnök megszorítás prémiuma, ilyet egy szociáldemokrata kormány soha nem adna egyetlen politikusának sem, kivált kép a kormányzásért leginkább felelős miniszterelnöknek. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány éppen azért ajánl szociáldemokrata fordulatot Magyarországnak, hogy végre ne Orbán Viktor és a milliárdos elit vagyona növekedjen, hanem azoké, akik megdolgoznak érte. Szociáldemokraták vagyunk, ezért még gazdagabb milliárdos helyett, európai béreket és nyugdíjakat akarunk. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindennel sújtotta idén a családokat az Orbán kormány. Az Európa Rekorder, Orbáni Infláció, a 400%-os kormányzati extra profittal eladott gáz, vagy a megtakarítások megadóztatása, csak a legemlékezetesebb megszorítások, az idei évben gyakorlatilag egymást érték az ilyen és ehhez hasonló intézkedések. Szociáldemokratákként úgy gondoljuk, hogy egy ilyen év után a miniszterelnöknek szégyelnie kellene magát, nem pedig zsebre tenni ezt a 860 ezer forintos megszorítás prémiumot. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, a demokratikus koalíció elutasítja a miniszterelnök megszorítás prémiumát szociáldemokraták vagyunk, ezért visszataszítónak gondoljuk, hogy amíg a magyarok egyre rosszabbul élnek, egyre magasabb adókat fizetnek, egyre drágábban vásárolnak, tankolnak és fűtenek, addig a megszorítások felelőse többet fog hazavinni az emberektől beszedett pénzből, mint eddig bármikor. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány éppen azért ajánl szociáldemokrata fordulatot Magyarországnak, hogy végre ne Orbán Viktor és a milliárdos elit vagyona növekedjen, hanem azoké, akik megdolgoznak érte. Szociáldemokraták vagyunk, ezért még gazdagabb milliárdos elit helyett európai béreket és nyugdíjakat akarunk. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezét csókolom, viszontlátásra!